Violetta a tüdőbeteg kurtizán haldoklik a Traviata utolsó felvonásában az Operaház próbatermében. Ettől a beteg, szenvedő karaktertől Miklós Erika élete nem is lehetne távolabb, mely a családi élet, férj, kislány és kirobbanó egészségfémjel ez. A próba előtt néhány órával a Városligetben találjuk izzadtan, sportcuccban. A sport az mindig is nagy szerepet töltött be az életemben, mert gyakorlatilag nem tudok nélkül élni. Az énekes nagyon aktív életet él. Azt mondja, hogy valamit mindig csinálnia kell. Hát az első szellemű vagyok, mert tulajdonképpen olimpiai bajnokét próbázó szerettem volna lenni, és minden egyes fellépésemet valahogy egy versenyként értem meg egészségesen. Tehát az nem azt jelenti, hogy ellenségeket láttam a kollégáimban, hanem olyan dolgot az egészben, egy előadásban, amivel saját magamat le kell küzdeni. A művésznő gyártja magának a kihívásokat. Elmesélte, hogy neki az volna az álma. Ő szeretne egyszerű maratont futni, ráadásul New York-i maraton. Hosszú, fárasztó munka következett. Hát volt, amikor a sírás kerülgette, amikor egy nehéz nap után ki kellett jönni este a Margit-szigetre, és nem tudott hazamenni, hanem ott még 15 km, kemény kilométer várt rá, sötétbe, éhesen, szomjasan. Az eredmény nem maradt el. Az énekes 2012-ben lefutott a maratont New Yorkban, épp ahogy eltervezte. De a legemlékezetesebb fellépése is New Yorkhoz, pontosabban a Metropolitan színpadához kötik. Addigra azonban már megfordult Németország, Ausztria, Svájc és Olaszország operaházaiban. Később pedig eljutott Japánba is. Minden egyes kontinens, más kontinens, az természetesen egy új energia, és egy csomót tanul az ember. És nem feltétlenül szakmailag. Egyrészt nagyon szeretem a jó borokat, és megkóstolni a helyi ízeket, és főleg az ilyen autentikus helyeket látogatom előszeretettel minden egyes ilyen új helyen, és ahol lehet, ott meg is tanulok egy-két ételt főzni, mert nagyon szeretek főzni. Én elsősorban mediterrán konyha kedvelő vagyok, és aztán jönnek az ázsiai ízek. Az ember sokat fut, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit teszik, mert úgy is leégeti. A világ nagy színpadaihoz kacskaringós út vezetett Kiskunhalasról, ahol született. 3-4 éves korában arra lettem figyelmes mindig, hogy nézi az operákat. Édesanyja azt meséli, hogy már az óvodában felfigyeltek a kis Erika képességeire, de őt a sport jobban érdekelte. Egy baleset azonban keresztül húzta az élsportolói álmokat, viszont ezzel megnyílt az út a zene előtt. Felveszik a Szegedi Konzervatóriumba, majd az Operaházba, jön egy ösztöndíj a Milánói Szkálába, és aztán jönnek a sikerek és a világ nagy dalszínházai. Sokszor, mikor így énekelt, egyszerűen nem is hittem el, hogy ő. Nem tudom ezt elmondani. A művésznő édesanyja a mai napig alig hiszi el, hogy a lánya nemzetközi híresség. A Jézus, hogy az ember szeretné kikiabálni, hogy ez az én lányom. A kiskunhalasi kislányból azóta érett művész lett, akit 26 év színpad után is fűt a lelkesedés. Minden idegszállammal azon vagyok, hogy a legjobbat hozzam ki abból az aznapi próbából. Erika nagyon érzékeny, rendkívül felkészült, hihetetlenül alázatos, rendkívül jó humora van. Hát neki tökben nagyon fontos az, hogy szeressék, de nagyon fontos az is, hogy rengeteget adjon azért, hogy szeressék. Nyugodtan legyél előtte, persze, legyél előtte, úgy van. Mindig ő akar lenni a főnök. De hát az ugye egy primadonnától az ember nem veheti rossz néven. Miklósa Erika világszinten jegyzett operaénekes, de mintha ez neki nem lenne elég.
amikor nézem az olimpiát, meg nézem ezeket a nagyvilágversenyeket, akkor mindig úgy megfájdul a szívem, hogy de jó lett volna, meg mennyire csináltam volna, és valahogy bennem van még így 40 fölött is az az erő, hogy a belső mentális erő, hogy én ezt tudtam volna csinálni, és hogy komoly sikereket értem volna el. Lehet, hogy ha nincs a gyerekkori sérülés, akkor ma van egy 7 próbás olimpikonunk is.